sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek a kedvenc őszi dekorációs ötletemet, amit nagyon gyorsan meg lehet csinálni, nem kell hozzá semmilyen extra eszköz vagy hozzávaló, úgyhogy mindenki egészen biztosan el tudja majd készíteni, és szerintem nagyon jó pofa. Ha esetleg nálatok is probléma, hogy nem tudjátok, hogy mit tegyetek ősszel a virágos váltátokba, akkor ez az ötlet nektek szól, ugyanis most megmutatom, hogy hogyan készítettek el egy olyan virágcsokrot, amit több hónapon át tart. Remélem kíváncsiak vagytok, nézzétek meg, hogy hogyan készül el. Elsőként alapanyag beszerzésre indultam a közeli parkba. Jó néhány falevélre szükségünk lesz, érdemes ezt a fajtát választani, amit én is szedek. Ha időben mész, nagyon szép színes csokrot készíthet zöldes, pirosas és sárgás levelekből. Nekem ezúttal már csak az utóbbiból jutott, de így is szép lesz. Ja, és persze kinek ne hozná meg a kedvét egy ilyen nagy levélkupac egy kis bolondozáshoz. Na de munkára fel! Elsőként a virágokat készítjük el. Ehhez először félbehajtok egy levelet, úgy, hogy az erezetes része kerüljön belülre, a szélét egy kicsit visszahajtom, majd elkezdem betekerni, úgy, hogy az alsó részét enyhén beráncolom közbe, így lesz megfelelő a formája. Ezután ugyanezt ismétlem meg a többi levéllel is, egészen addig, amíg megfelelő nagyságú nem lesz. Közben figyeljetek arra, hogy ne csúcsosodjon ki a közepe, végül cérnával megkötöttem. A csokromhoz három virágot készítek, ha megvannak, összefogom és egyszerűen sűrűn körbe rakom őket levéllel. Legvégül megkötöm a csokrot, majd a levelek szárát egyforma nagyságúra vágom. Ezzel el is készült az őszi csokrunk, ami sajnos nem illatos, de nagyon mutatós. Mellette egy több hónapos verziót láthattok, ami még így is nagyon jól néz ki. Remélem tetszett nektek ez az ötlet, és ki fogjátok próbálni. Mutassátok meg nekem Instagramon, használjátok hozzá a DIY Fruzsival hashtaget. Ha pedig érdekel titeket még több DIY őszi dekoráció, akkor nézzétek meg az erről szóló videómat a Plac csatornán is. Íme egy kis ízelítő, és köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!